Szerbia mai napig nem fogadta el, mert nem nagyon tudnak ukránul. Mert ez a rendszer, ez az államok feletti hatalom kegyetlenül kirab, fosztogatta. Itt arról is szó van, hogy ezt a csőtömeget Oroszország nem akart átvenni. Az is fölmerült, hogy Oroszország belép a NATO-ba. Egy alkalmas és oroszul, az orosz érdekeket védelmező, erre alkalmas embert tesznek a Jelcin helyére. És ez a Putyin. Az orosz érdek az, hogy ne legyen háború.